Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő útfeje, menj és föld ura Istene, akit az angyalok, mint odafen az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűzés Isten anyja Mária. Áldott legyen a szent szűzés Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a szent szűzjegyese. Áldott legyen Szent József a szent szűzjegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kenyeret adtál a mennyből, könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben, kényszenvedésed emlékét hagytad ránk, add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkünkben. Testvéreim, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe van. Benedek 480 körül született Nurciában, Szabin nemesi családból. Rómában tanult, de erkölcstelen környezetéből még tanulmányai befejezése előtt elmenekült és Szobiákóban remetiskedett. Itt 12 kisebb kolostort alapított. 529-ben átrepedett Monte Cassinóba, ami aztán a szeretességnek és a műveltségnek centruma lett. Itt írta a regulát, amelyben kelet és nyugat legjobb szerzetesei hagyományait egyesítette. A Szentírásban való jártosság, tapasztaltság, jóság és bölcsesség jellemezték. Benedeket és ezen a jelenvonásai tükröződnek a regulában is. Meghalt 547. március 21-én. 6. Pál Európa fővédőszentjének nyilvánította. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vegyünk részt ebben a szentmise áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vedessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Irgalmaz. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Benedek apádot, az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted, add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Fiam, ha megfogadod szavaimat, és megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt, ha hívod is a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem. Kész üdvözt adni az igazaknak, védő pajzsuk azoknak, akik jámborul élnek. Védelmezi az igazság ösvényét, és örködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet és a helyes utat. Ez az Isten igéje. Istennek hála. Hálát adok az Úrnak minden időben. Hálát adok az Úrnak minden időben. Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelídek, és örvendezzenek. Hálát adok az Úrnak
minden időben. Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Keresem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből. Hálát adok az Úrnak minden időben. Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásból kiszabadította. Hálát adok az Úrnak minden időben. Az Úr angyala minden Isten félőt körül sáncol, és megszabadítja őt. Ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hálát adok az Úrnak minden időben. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert semmit sem nélkülöznek az Isten félők. A gazdagok nyomorognak és éheznek, de aki az Urat keresi, nem szűkölködik. Hálát adok az Úrnak minden időben. Alleluja! Alleluja! Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hit való példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait. Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld súlya és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk! Kérjük téged, hallgass meg minket! Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársánk jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársainknak. Embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára Krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus a mi Urunk által. Áldozatunk mindenség, Istenem, eltett te bőkedőségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését, az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldozatunk az Isten, mindenki. A por és a víz.
tisztít kártérzésünk annak istenségében, ki kegyesen részesedett a mi emberségünknek. Áldott vagy Urunk mindenség, Istenem, eltetebb kedvességedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését, az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökre. Alázatos lélekkel és különböző szívekkel fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most le, Uram, bűnémet és védkeinkből tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Uram ezekkel az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyházaknak. Urunk Istenünk, tekints kegyesen erre az áldozatra, amelyet Szent Benedek apát ünnepén bemutatunk neked. Add, hogy példája szerint mi is téged keressünk, és a te szolgálatodban elnyerjük az egység és a béke ajándékát, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrnak Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyalal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áradd el rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és már ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Úr, és hittel bajunk föltámadásodat, ami ellen jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld a szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik a te irgalmadban bízva távoztak el a világból.
Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkat, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljött. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod apostolaidnak. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Engesztelődjetek ki szépből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése válik a szent áldozásban, lelkünk üdvösségére. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Uram Jézus Krisztus szent tested és véred vétele, ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, hanem jóságodból szolgáljon, lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, ne hagyom jön, hogy hajlítva jöjjön, hanem csak egy szóval van, és megjövök az Én. Krisztus testhez. Tiszta szívet fogadjuk, amit akunkban magukhoz vettünk, a Földetőlelők segítsen minket örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az örök élet zálogát, kérve kérünk, hogy Szent Benedek apád tanítását követve,
szolgálatodban hűségesek legyünk, és testvéreinket buzgó szívvel szeressük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.